Üdvözlök mindenkit! A mai videóban Gunblazer Sauti-ról lesz szó. Az ő képesség az, hogy a phase shift után megnöveli a pisztoly és SMG damage-et 105%-kal 4 másodpercig. Tehát ezzel a karakter viszonylag sokat kell phase shiftelni, és olyan pisztolyokat kell használni, amik hamar kifogynak a tárból, vagy SMG-ket. Nyilván ez egy löveti pisztoly is lehet, vagy ilyen robbanó pisztoly, vagy kicsi tárú, mint a például a Blastotron Mini. Happy Holidays tettem be a képességeknek csökkent 40%-kal az újratöltési képességét. Nyilván phase shift besegítés, amúgy is nagyszerű. Shock Tower és Teddy kombója van. Phased out, phase shiftet, ez flash AC adja. 25%-kal lecsökkenti. Under warranty, hát ezt nehéz elmagyarázni igazából, de az a lényeg, hogy minden új becélzott ellenfélre Teddynek 100% crit chance van, tehát mindenképp crit-el, nem tudom, 200% damage-el. És 5% esélye van minden lövés után, hogy új célpontot fog kapni, és arra fog kritelni újra. 75%-kal fel az Assault, és hát a pisztoly és SMG crit damage-et. Shock Tower, Affliction-t ad igazából. És 50%-ot 3 másodpercig, tehát 150% damage-et igazából. És Plasma Arc Energy damage-nek 20% esélye van, hogy enemy-t át megzrázza igazából, és 58% damage-et. Elég változatosan csináltam ezt a karaktert, nyilván, mert én így men, én ha őt kéne használni, akkor így mennék. Ez a build kiegyensúlyozott igazából, mert ki vannak használva nagyszerű képességei, és a Hero Ability, tehát maga a Hero Perk is, amennyire lehet ki van használva. Nagyszerű. Tehát lássuk, phase shift 1, 2, 3, és 3 másodperces cooldown. Mondjuk arra leszek kíváncsi. Hát nem lesz csak energia. Tehát 1, 2, 3, 4, tehát ennyi ideig tudunk durvulni. Miután tehát plusz 105 damage-sel. Nagyszerű. Hát azért itt vannak damage-ek. Igen, Teddy meg ez nagyon durva. Ezekkel a kritekkel. Tehát látjátok, azok mind kritek. Mindig el fogok felejteni phase shiftelni, az lesz a baj. Azzal arra vagyok kíváncsi, hogy... Na, tehát mostantól 1, 2, 3, 4... Hát kicsit több ide, mint... De közel 3 másodperc alatt ki lehet üríteni tárat. Nagyszerű. Tehát az a Teddy mindenképp, ez rettentő durva perk. Láttátok, mindenkit kinyírt egy izé saktával. Azt tudom. Gyerünk, hol van a saktában? Jaj, rossz gombot nyomok, na hát akkor várhatom is. Tehát nyilván ez a képesség. Ez a izével jó. Tehát ez a képesség igazából nem csak, de nagyjából a Shock Tower-re van kitalálva, azzal a legerősebb. Látjuk, ezek mind kritek. Tehát nagyon durva az a... Jelly Teacup, vagy mi a neve, az új hősnek a képessége.
Tehát nagyon nem lehet érezni, és hát látni, de azért... eléggé... segít az a 105% damage, tehát meg duplázza a damage-et. Tehát ez például egy Jax Revenge-el is nagyon jó lenne. Hát igen, azért most érezhető volt, hogy durvákat beleadott azért. Nem tudom, most a Teddyk meg ezek a képességek ismét visszaadnak jövő igazából a metába. Kezdnek nagyon durván visszaszerezni a régi helyüket. Nagyszerű. Szándékosan csináltam, igen. Tehát ez eszméletlen. És lehet felfogni, mennyi damage van ott. Ha. Há vagyok képedve. Tehát ilyesmi buildeket rég nem használtam, de... ez a hős nem csak azért jó, mert pisztoly, ja, jó kis buildet lehet vele csinálni, hanem látjátok milyen képességei vannak. Tehát milyen kombó, kombináció a Teddy meg a Shock Tower. Ne maradjatok le semmiképpen az új hősről, mert ő adja ezt a team perket. Na igen, még nem healeltem ebbe a meccsbe. Hát jó, le lehet végül is tesztelni, hogy nagyjából mennyit tud ez a cucc. Most lövök egyet, crit, nem volt crit. 16.000, 73.000, jó. 16 és 73, tehát nagyjából ez a... mire lehet számítani, és most 150.000, tehát 76.000 helyett 150.000, ez pont... tehát pont 105%, tehát kétszeres nagyjából. Ja igen, ezzel azért full damage-et nem kéne kapni, mert nem full damage álló. Hát... hát igaz, az encounter-re tökéletes. Ja, még ezeket se tettem, de nézzünk. Pisztoly, hát igazából a fegyvert alig kellett használjak. Ja. Ez a Shock Tower nagyon jó. Nagyszerű. Hát azért rátrafáltam a... hát jó, mondjuk csak kétszeresen, de az se semmi. Jaj, meg nincs meg a meccsnek. Jó, de lenézek akkor. Azt hittem vége van. Tehát jól döntöttem, hogy a ability-kre is építettem. Hát itt úgy látszik, igazából a ötös... ja igen, itt van. Ötös, hatos chestekre pályáztam, de... úgy látszik, nincsen. Valószínűleg megcsinálják, amire odaérek. Vagy meghalnak.
Tehát nagyon nem próbáltam ki azt a perket, amennyire lehetett volna maximálisan, de... Tehát ez egy csomó pisztolyt kell hozni igazából. Hát nem szóval igazából, nem tudom, szerintem elég sokszor. És Jack's Revenge-et, robbanós pisztolyokat, tehát például a... Hát nem tudom, még eddig tart ez a meccs, nagyon most a Basilisk annyira nem. Hát mindegy. Tehát igaz, Jack's Revenge, meg a... Nem tudom, hát robbanós... Robbanó lövedéket kilövő pisztolyok. Van egy pár. Na. Mindenesetre ennyi lett volna a videó, remélem tetszett, kifejezetten jó hős. Mostani helyzetben szerintem, mivel jó az említi kiosztása. Adnék neki. Nem tudom, nagyon letetszett. Na bassz meg, lenne egy, jó mindegy. Lenne egy 9-es a... Az 50% damage, nem tudom, hogy hívják, mindegy. És 10-es meg Beetlejuice 225 crit damage. Szerintem ő 8-as. Na, tehát minden esetre köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, és találkozunk a legközelebb. Sziasztok!